A Sárospataki Árpád vezér gimnázium aulájában idén 4 osztály diákjainak tűzték fel a végzősöknek járó szalagot. Az ünnepség kapcsán elhangzott, a hamarosan az érettségi kihívásaival szembesülő diákok most még arra fókuszáltak, hogy méltó módon ünnepeljék meg ezt a jeles eseményt. Az intézmény igazgatója elmondta, minden esztendőben fontos esemény az iskolai programok sorában a szalagavató. Bízunk benne, hogy minden olyan kompetencia birtokában lesznek az év végére, amely szükséges egy sikeres érettségi vizsga letételéhez, illetve elég pontszám összegyűjtéséhez ahhoz, hogy utána felsőoktatási intézményekben tanulhassanak tovább, mégpedig olyanokban, ahol igazán szeretnének. Nyilván a felsőoktatási intézményben már olyan tárgyakat tanulnak leginkább, amely az érdeklődési körükbe esik, jó, pozitív visszajelzések vannak. A szalagavató mindig egy megható ünnepség, amellett, hogy minden évben ismétlődő, hiszen mindig más diákoknak tűzzük föl a szalagot. Ilyenkor látjuk igazán, hogy kész felnőttekkel dolgozunk. Az iskolapadban, amíg ülnek, még úgy gondoljuk, hogy gyerekek, de ilyenkor már látjuk, hogy felnőtt fiúk és helyes szép lányok. Több mint 100 fiatal búcsúzik majd a gimnáziumtól a 2019-2020-as tanév végén. A 6, a 4 és az 5 évfolyamos képzésben résztvevő diákoknak tűzték most fel a szalagot. Én azt az elmúlt 4,5 évet, ami már mögöttünk van, nagyon pozitívan éltem meg. Nyelvi előkészítős osztálynak az osztályfőnöke vagyok. Ez az időszak rendkívül sok-sok programot, feladatot jelentett számunkra. Nagyon büszke vagyok az osztályomra az elért eredmények miatt. Gondolok itt az elért nyelvvizsga eredményekre, érettségi eredményekre, előrehozott érettségi eredményekre. És azt gondolom, hogy bár még a műsor csak most fog következni, én a mai este is nagyon-nagyon büszke leszek majd az ő teljesítményükre és produkciójukra. A szalagavató kapcsán az is elhangzott, hogy a nyelvi képzés mellett továbbra is kiemelt szempont az informatika és a reáltárgyak magas szintű oktatása.